Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Háttérképünkkel a 175 évvel ezelőtt az Arad megyei Pankotán született Csíki Gergelyre, a magyar kritikai realista dráma megteremtőjére emlékezünk. Csíki kisgyermekkorától papnak készült, 8 idegen nyelvet tanult meg, és komoly világirodalmi műveltséget szerzett. Felszentelése után a bécsi Augustineumban képezte tovább magát, majd gimnáziumi tanár lett Temesvárott, ahol később egyházmegyének szentszéki ügyész évé is megválasztották. Munkája során rengeteg családi háborúsággal szembesült, ezekből merítette témáit. 1878-ban Párizsba utazott tanulni, fél évig esténként csak a színházakat látogatta. Az itt tapasztaltak megváltoztatták drámaírói technikáját, ekkor kezdte el írni a Proletárok című drámáját. Ebben már nyoma sem volt az újromantikának, a nemzettestén élősködő nemesi világ visszásságait mozgalmas cselekményben végjátékosan hatásokkal mutatta be. Hazatérve már világi életet élt, s amikor egyháza felszólította, hogy hagyjon fel az írással, hátat fordított a papságnak, s nem csak hogy áttért a luteránus hitre, de meg is nősült. Az irodalmi életben egyre elismertebb lett. Beválasztották a Kisfaludi Társaságba, levelező tagja lett az akadémiának, elvállalta a Nemzeti Színház dramaturgiai irányítását, és a színiskolában is tanított. Romániában, Temesváron, Magyarországon Kaposvárot neveztek el Csíki Gergelyről színházi társulatot. Csíki Gergely rövid életrajza után továbbra is a színjátszás világában maradunk. Színházrovatunk nézői leginkább ahhoz szokhattak hozzá, hogy hónapról hónapra jelentős bemutatók, fesztiválok, az úgynevezett kőszínházak kiemelkedő produkciói és azok alkotói kerülnek a képernyőre. Pedig a színház ezen messze túl terjed, hiszen az opera is zenés színház, s a bábszínháztól sem lehet megtagadni a pódiumságot. Deszkák a falakon kívül című két részes riportfilmünk az alternatív és az amatőr színjátszás erdélyi terepasztalát próbálja önök elé hozni. Kérem, nézzék most meg az első részt. Torontói Winter Garden Theatertől a moszkvai Bálsóig, a párizsi Garnier palotától a budapesti Új Nemzeti Színházig száz számra sorolhatnánk azokat az épületeket, amelyek a bennük működő rezidens színtársulatokkal, az általuk fémjelzett kulturális csúcs teljesítményekkel kapcsolódnak össze. Az épített színházak talán legemblematikusabb emlékműve a Shakespeare nevével összefűződött londoni Globe, amelynek első változata fából készült, anyagát tekintve tehát nem illeszkedne a ma felkapott kőszínház kategóriába. Jól lehet, történeti tekintélye szinte túlszárnyalhatatlan. A Magyarországon épített első kőszínház a kolozsvári Farkas utcában volt, bár elsőségéért a Miskolci Nemzeti Színház is harciasan síkra száll. Az utóbbi évtizedekben viszont kőszínházon már az állami vagy önkormányzati fenntartású, de mindenképp normatív finanszírozású színházi intézményeket értjük. Világot jelentő, de a kőfalakon kívüli deszkák e film címében az amatőr és az alternatív színjátszást hivatottak jelezni. Amolyan egyezményes, konszenzuális kifejezésként használjuk tehát a kőszínházat, amint az amatőrt is, meg az alternatívot is. Amatőr színházon azt fogjuk érteni, ami nem megélhetési színház csinálók, felnőttek vagy fiatalok közreműködésével jön létre. Vagy azt, aminek művelői játszanak bár még oly ihletetten, nem mesterségként, pláne nem főiskolai termekben tanulták a színészetet. Alternatív színháznak azt fogjuk nevezni, ami ugyan professzionális színházcsinálók műhelyéből, de a hivatásos színház bevett formáit és intézményét mellőzve szólítja meg a közönséget.
amikor filmünkkel az erdélyi amatőr és alternatív színjátszás jelenére próbálunk madártávlati pillantást vetni, egy színes foltokból összeálló, változatos tájat láthatunk. Természetesen nem kísérelhetjük meg a rendszeres és hiánytalan számvetést. Filmünk ekként nem monográfia, hanem a rácsodálkoztatás célzatával készült szemle. Nézzünk szét először az amatőr színjátszás házatáján. Alig, hanem felnőttek, fiatalok és gyerekek ezreiben rögzültek életre szóló élmények az iskolai, szakköri vagy kultúrházi keretek között szervezett színjátszás révén. Hogy a színházművészet magasztos eszménye és az alkalmazott színjátszás személyiségfejlesztő, közösségépítő vagy épp hagyományőrző célrendszere milyen arányban keveredik, az helyek és idők szerint a legkülönfélébb lehet. Nagyon sok profi színházi színész és rendező műkedvelőként kezdte, az viszont kevésbé köztudott, hogy majdnem minden erdélyi magyar színházban van egy-két olyan színész, aki visszajár a műkedvelők körébe, és hol tanácsaival, hol saját rendezéssel, sőt olyanra is van például, hogy saját műkedvelő társulattal gazdagítja meg a műkedvelők tevékenységét. Arra is van példa, hogy egy egész műkedvelő társaság avatódott hivatásossá, a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió ugyanis egy műkedvelő színjátszó csoportból alakult, korábban Vadas László, Bocsárdi László dolgozott velük, és a 90-es fordulatot követően profi színházzá alakultak. A színház világában, főleg 90 után ugye elég sok átjárási lehetőség van a kőszínházakból alternatív és független műhelyekbe, valamint a műkedvelők közé. És számos variáció van, hogy ezek a társulatok hogyan működnek együtt. És ez visszafelé is hat, tehát bizonyos alternatív produkciók bekerülhetnek a kőszínház keretei közé, ez Kolozsváron is nyomon követhető. És az az érdekes, hogy még a kőszínházakban szakmailag képzett diplomás színészek dolgoznak, az alternatívoknál és függetleneknél is többnyire, viszont ott megjelennek olyan személyek is, akik valamiben nagyon speciálisak, tehát ilyen audiovizuális tehetségük van, mármint ezen a téren. Vagy tehát ha valamilyen nagyon sajátosat képviselnek, akkor ezekben a műhelyekben már bekerülnek. És arra is van példa, hogy a Kolozsvári Magyar Színházban fellépett egy ilyen alternatívabb produkcióban egy olyan lány, Bodoki Halmen Kata, aki nem színész. Az amatőr színjátszás és a professzionális színházművészet természetesen számos ponton érintkezhet egymással. Ami a színjátszók ifjúkori indítatását illeti, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György tagozatának igazgatója is úgy véli, nehezen képzelhető el olyan hivatásos színész, aki középiskolás korában ne került volna vagy amatőr színjátszó csoport közelébe, vagy nem látott volna igen jó minőségű színházat. Általában a kettő közül az egyik igaz szokott lenni, nekem az a tapasztalatom, mint társulatvezetőnek, mint társulatigazgatónak, hogy a kétféle találkozás közül az egyik mindenképpen megvolt a színészeink történetében, bár van persze arra példa, hogy teljesen véletlenül sodródik valaki erre a pályára, és ilyen példák közül is van néhány nagyon szép évet, nagyon szép pályát befutott színész, de azért ez a ritkább, tehát ez nem jellemző. Úgy gondolom, hogy valóban egyrészt azért nagyon jók az ilyen jellegű iskolán kívüli tevékenységek, mert a szakma utánpótlását létre tudják hozni, de ugye ez mondjuk a diákoknak egy 10%-át, ha érinti, viszont egy nagyon komoly személyiségfejlesztő szerepe is van ennek, ami viszont már bármilyen szakmában boldogulva később hasznos lesz a diákoknak. Tehát nem feltétlenül csak az utánpótlás képzés vagy nevelés biztosítás lehet
a feladata egy színjátszókörnek, hanem az is, hogy az a diák megtanulja felvállalni magát, megtanuljon megnyilvánulni, és az eszközeit, bármilyenek is legyenek azok, hiszen nem föltétlenül lesz mindenkiből színész, nem föltétlenül mindenki alakít ki már ilyen fiatal olyan eszköztárat, hogy ő belőle valaha is színész lehessen, de azokat az eszközöket, amiknek a birtokosa jól tudja használni, ez bármilyen szakon később a hasznára lesz, mondjuk akkor majd, amikor fizikusként egy konferencián kell megnyilvánulnia, vagy amikor egy állásinterjún le kell nyűgöznie valakit, úgyhogy úgy gondolom, hogy a személyiségfejlesztés az legalább ilyen fontos aspektusa a diák színjátszásnak. Szinte minden csoportnak megvan a mentor, ami nekünk is megvan a szakmában, mert Északi Színháznál van egy volt diákunk, aki itt végezte a liceumot, és most színész, és ő is besegít nekünk. Tehát nagyon sok csoportnak, tudom, Temesváron, Nagyváradon, a helybeli színházak, színészek besegítnek, és neki köszönhetjük azt, hogy ilyen szép és jó előadásaink vannak, tehát a szakmának. A szilácsei diák színjátszóknak egyik büszkesége, az egyik volt színjátszóm, a Lákosi Réka, aki tanítványom volt, színjátszóm volt, és mostan jelenleg a Székesfehérvári Színháznál dramaturg, tehát egyik büszkeségünk, és nagyon sok hasonló helyzet van a Váradi Színházból, más szakemberek, a Váradi Színjátszócsoportból szakemberek vannak, Kovásznából nem is tudom már hány színész lett, akik már voltak is zsűrizni is, akik valamikor diák színjátszottak, ugyanúgy Székelyudvarhelyről tudok, Marosvásárhelyről, a régi diák színjátszók most már színházakban dolgoznak, ott van Béres László például, aki a Kolozsvári Színháznál, most láttuk a Légyó Mintaláig darab, hát ő valamikor amatőr színjátszó, ő mérnök volt valamikor, együtt voltunk képzéseken, Zsámbékon vele, és most olyan boldog volt, amikor láttam az előadást, hát ő is amatőrként kezdte. Erdélyben talán az etnikai, vallási, térbeli és mindenféle sokszínűség miatt is nagyon régóta tartalmas színjátszó élet van. Ugye nem véletlen, hogy az egész magyar nyelvterületen itt alakult meg az első magyar hivatásos színház, színtársulat 1792-ben. No, de jóval korábban ugye már a néphagyományokban jelen vannak a dramatikus jelenetek, elemek, amik napjainkig is fennmaradtak, noha most már eléggé a gyerekek, fiatalok körébe szorultak vissza ezek a néphagyományok. A felekezeti iskolákban előszeretettel színjátszó tevékenységet folytattak, hiszen a színdarabok által vallási, erkölcsi nézeteket továbbíthattak a diákoknak, és művelték a magyar nyelvet. Erdélyben persze 1920 után is igen jelentős szerep, elsősorban nemzetiségi öntudat formáló szerep hárult az amatőr színjátszásra. A II. Világháború után kivált a kommunista párt egyeduralomra kerülése után, meg amolyan ideológiai ellensúlyt volt hivatott biztosítani az amatőr mozgalom, természetesen a szövegsorok, meg a széksorok között összekacsintva mindenkori közönségével. Ugyanakkor a kultúrpolitika 15-20 év után már némileg támogatta is az amatőr színjátszói mozgalmat, így nem maradtak el a turnék sem, persze országhatáron belül. A hírhet Megéneklünk Románia azonban lényegesen visszavetette a magyar nyelvű amatőr színjátszást. Az 1990-es esztendő természetesen esetünkben is korszakhatárt jelent. Kevesebb felnőtt társulat maradt fenn, mint a kommunizmus ideje alatt. Noha minden régióban azért találunk egy-két olyan társulatot, ahol felnőttek is játszanak, de jóval kevesebb van most, mint a kommunista években. Viszont a diákszínjátszás most is virágzik, rengeteg fesztivál van, képzési lehetőségek vannak nem csak Erdélyben, hanem Magyarországon és egész Európában. A mai műkedvelő csoportok között viszonylag nagy múltú, akár 20-30 éves társulatokkal is találkozhatunk, amelyek az esetek többségében egy elkötelezett, lelkes szervező kitartásának köszönhetik hosszú és tartalmas fennállásukat. E társulatok egy része rendszeres fesztiválokat is szervez, amelyek az évek során valóságos találkozási csomópontokká értek.
A sepsiszentgyörgyi Concordia fesztiválok óta egész sor szakmai seregszemle került az évi határidőnaplókba, sőt, egyházi intézmények is felzárkóztak a színjátszó fesztiválok szervezői közé, például a református IKE, vagy az unitárius országos Dávid Ferenc ifjúsági egylet. Sepsiszentgyörgy mellett Székelyudvarhelyről, Szászrégenről kell feltétlenül megemlékeznünk, és persze az egyik legújabb fesztiválról is, az idén második meghirdetéséhez ért magyarfenesi amatőr színjátszó fesztiválról. A két legtekintélyesebb találkozó talán a már 25 éves Erdőszentgyörgyi Színpad Fesztivál, illetve a 19. fordulójához érkezett PADIF, vagyis a Partiumi Diák Színjátszó Fesztivál. Aki egyszer belekóstolt a színjátszásban, úgy érzem, hogy az örökre valamiféle olyan élménnyel gazdagodik, amelyet élete során nagyon-nagyon sokszor fog átélni. Hát önuralomra, önismeretre tanít tulajdonképpen, meg tanít bennünket arra, hogy a közösségben hogyan kell dolgozni, megtanít bennünket átérezni másoknak az élethelyzeteit, beleélni egy olyan világba, egy olyan életbe magunkat, amely nem a miénk, és mégis a miénk, tehát rengeteg sok haszna van. Mégis van egy olyan érzésem, hogy a műkedvelő színjátszást nem támogatják eléggé. Nem is tudom, hogy ezt hogyan is mondjam el. Talán túlságosan sok az, amit egy műkedvelő színjátszónak el kell érnie, meg kell tennie, mert ez nem csak egyedül azt jelenti, hogy kiállok és elmondok egy szöveget, hanem sokkal inkább azt is jelenti, hogy rengeteg munkát fektet bele a próbákba, a szövegtanulásba, és aztán utána ugye az előadásokban. Mindemellett úgy érzem, hogy a műkedvelő színjátszásnak a mozgalma nagyon-nagyon fontos a népnevelésben. Tehát ez egy olyan eszköz, amelynek segítségével az emberek önmagukat nevelik, és önmagukat adják, és mégis másnak az élet sorsába kapcsolódnak bele. Az országhatárokon átnyúló szakmai kapcsolatok egyik legszebb példája az Erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület és a celldömölki Soltis Lajos Színház közötti rendszeres együttműködés. Erdőszentgyörgyön elsősorban Kovrig Magdolna élteti ezt a kapcsolatot, celldömölki részről pedig Nagy Gábor, az említett színházigazgatója. A két intézmény egymásra hatásából mára egészen különleges termés érett meg, a Kürispataki nyári színjátszó tábor, amelynek szervezési előkészítő munkája főleg az erdőszentgyörgyekre hárul, szakmai képzési programjának ellátása viszont elsősorban a celldömölkiek által meghívott magyarországi szakemberek révén valósul meg. A Soltis Lajos Színház direktora így foglalja össze az egymásra találás történetét. 2003-ban celldömölk és Erdőszentgyörgy között úgynevezett testvérvárosi kapcsolat jött létre, és így ismerkedtünk meg, az akkori itteni polgármester Tar András vetette fel nekem, amikor találkoztunk 2003-ban celldömölkön, hogy volna-e kedvünk kapcsolatban lépni a Bodor Péter Művelődési Egyesületnek a színjátszó körével, és hát volt, különben is volt, mert mi 1990 óta rendszeresen járjuk Erdélyt, turnézunk, de előtte mindig nyaranta szoktunk turnézni, illetve Hunyad megyében úgynevezett rendhagyó irodalomórákat szoktunk tartani, de hát ugye Hunyad megye viszonylag közel van hozzánk. És először meghívtuk Magdiékat hozzánk, a mi egyik fesztiválunkra, aztán ősszel mi már visszajöttünk az ő fesztiváljukra, és akkor néhány éven keresztül ez csak egy ilyen fesztiváljáró kapcsolat volt.
majd egyre inkább a szakmai munkára, a fejlesztésre, a személyiség megtalálására, a technikák elsajátítására került a hangsúly. De persze a közösségi élmény és a nélkülözhetetlen fegyelem is nagy súllyal esik alatba. Azon kívül, hogy színjátszás, mire is jók ezek a táborok, rendkívül közösségszervezőek. Az, hogy a gyermekek itt 60-an, 70-en, vagy nem is tudom, most hányan vagyunk, elég sokan, aztán fölötte vagyunk a 70 főnek, az, hogy ezek a gyermekek figyeljenek egymásra, és nem kell őket ostorral hajtani arra, hogy mit csináljanak, hogyan csináljanak. Vannak persze közöttük egészen elkényeztetett gyermekek, és mindahogyan mindenütt, de vannak kevésbé elkényeztetett gyermekek, de elég az az egy hét, hogy olyan közösség alakuljon ki közöttük, belőlük, ebből a létszámból, hogy itt vasárnap reggel mindenkinek hullik a könnye, amikor köszönnek el egymástól. És ez borzasztóan fontos, hogy ilyenek minél inkább legyenek föltétlenül. A Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál kicsiből lett nagyjá. Ezelőtt 19 évvel úgy álmodtuk meg, hogy a PADIF az egy Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál lesz, ahol a Partiumból hívunk csoportokat, de Szatmár, Bihar, Máramaros, Szirágy megyéből. Úgy is indultunk el első fesztiválok, így volt megszervezve, de mivel részt vettünk az országos diákszínjátszó fesztiválokon, és onnit kezdtünk megkínni csapatokat, és így lassan-lassan hozzánk kapcsolódtak az erdélyi csoportok, és az ötödik után már megjelentek a magyarországi csoportok is, úgyhogy most már 19 év után mondhatom, hogy most már nemzetközi, nem is országos fesztivál a PADIF. A színjátszó csoportunkat nem vezeti szakember, hanem csak Csilla, a magyar tanárnőnk, a Refiben ő a magyar tanárnő, aki volt különböző képzéseken, ilyen színházzal kapcsolatos képzéseken, és akkor onnan inspirálódott, és különböző feladatokat végeztet velünk, amik segítenek a fejlődésben. Minden pénteken vannak próbáink, ez persze nem mindig jön össze, mert van, hogy nincsen elég időnk, de hogyha van valamilyen felkérés, akkor szívesen megyünk. Minden nyáron szoktunk menni az Osonó Színház műhelynek a táboraiba. Tavaly voltunk PADIFon először, és jó élmény volt látni a többieknek is az előadásait, és hát az a jó benne, hogy egy zsűri értékel minket, és úgy is játszunk, hogy tényleg számítunk arra, hogy ez most értékelve lesz. A zsűri jelenléte inkább ösztönöz minket, mert arra figyelünk, hogy minél jobban megmutassuk azt, hogy mire vagyunk képesek, és tudjuk, hogy minden mozdulatunk ki lesz elemezve, és számítunk erre a véleményre. Úgyhogy igyekszünk a legjobbat teljesíteni. Nekem ez az első zsűrizésem igazából, de nagyon nagy felelősséget éreztem ezzel kapcsolatban, ugyanis itt diákok, emberek hangulatát befolyásolja a dolog, hogy végül is zsűriként díjat kell kiosztani, és azon is gondolkodtam, hogy tényleg mi legyen, milyen kritériumok alapján tudnék én véleményt formálni, vagy akár pontozásos rendszerre, vagy bármit hozzátenni ehhez, és pont emiatt így átgondoltam néhány dolgot, hogy az a legfontosabb egy ilyen esetben, hogy azok a diákok, engem nem érdekel, hogy gyakorlatilag nem érdekel, hogy hogyan beszél, milyen a kiejtése, hogyan hangsúlyoz, milyen a mozgás kultúrája, hanem az a legfontosabb, és szerintem az, hogy érezze jól magát. És körülbelül azt is néztem az egész táborban, hogy meg tudott-e születni az a dolog, hogy a vezető vagy rendező el tudta érni azt, hogy ez a gyerek ebben a 30, 20, 50, 60 percben jól tudja érezni magát. Az, hogy a színpadon meg tudjon állni, érezze azt, hogy legitim az, hogy ott van, és érezze azt, hogy fontos, hogy ott van ebben az időben az előadás ideje alatt.
Jellemző általános hiba a legkisebbeknél, a gyerekeknél a gyermeki beszéd, vagy ahogy szoktuk nevezni, a skolasztikus beszéd, amikor minden mondat végén felviszem a hangot, és ez ugye a közönséget meg szokta zavarni. Aztán ahogy nőnek a gyerekek, ez szépen lassan elmarad, ott viszont bejön a mozgásbeli nagy probléma, amikor a gyerekek úgy beszélnek, hogy a kamera is nehezen követi le a beszélőt. Ugyanez a közönségnek is nagyon nehéz, és elveszi a figyelmet. Aztán amikor már ez is elmúlt, és a gyerekek fejlődnek, eljutnak oda, hogy a kamaszkorban már szépen beszélnek, meg tudnak állni a színpadon, akkor szokott a legnagyobb probléma előfordulni, az úgynevezett civilkedés, ami ugye azt jelenti, hogy amikor éppen nem én beszélek a darabban, akkor elkezdek kinézelődni, hogy anya itt van-e, lát-e, jó, rendben van-e, és utána elkezdem mondani a szövegemet a színdarabon belül. Úgyhogy ezek a jellemző típus hibák a gyermekeknél. Azok a csapatok, ahol volt olyan is, ahol nem volt tanár, vagy vezető, vagy a papbácsi, vagy nem tudom ki, vagy rendező, ők... Hát ők nagyon aranyosak voltak. Látszott, hogy önmaguk alkották meg az előadást teljesen, egymást, gondolom instruálták finoman. Nagyon kitűnt a sepsiszentgyörgyiek csapata, de nem is azért, mert ők így generál felkészültebbek voltak, vagy hogy workshopjaik lettek volna, hanem ők egy olyan előadást hoztak létre, amiben mindenki azt tudta megmutatni, hogy ő miben jó. Tehát ott volt egy gyerek, aki beatboxolni tudott, és ő nem, neki nem is tudom, hogy volt-e szövege. Ő beatboxolt. Volt két fiú, akik nagyon jól mozogtak, ilyen akrobatikus mozgásokat csináltak, hát akkor ők ezt csinálták. Volt egy pár olyan gyerek is, vagy diák, gyerek az jó, nem egy diák színjátszó, tehát volt egy pár olyan diák, akin határozottan látszott, hogy ezzel a szakmával akar foglalkozni, meg is kerestek előadások után, hogy beszélgessenek, hogy hogyan kell színire felvételizni, vagy ilyesmi, vagy hogy mit tanácsolni, hát én ebben nem voltam jó tanácsadó. Érdekes az, hogy pont ezek az emberek, valamitől nagyon fura, de el kell mondjam, valamitől pont ezek az emberek az előadásokban inkább az látszott az a szándék, hogy ő ezt akarja csinálni, de nagyon érdekes, hogy más gyerekek tűntek fel. Azok, akik ilyen... Volt egy csaj például, aki abszolút semmit nem csinált, így megállt leengedett kézzel, és elénekelt egy dalt egy fiúval. És egyszerűen nem lehetett más nézni. Most ő pont nem keresett meg, tehát nem tudom, hogy színre akar-e menni, de hogy ezek ilyen érdekes dolgok, hogy azokban, akikben ezt a szándékot felfedeztem, ők valamitől nagyobb volt bennük a megfelelés kényszer. Gondolom, tudtak arról, hogy van zsűri, tehát akkor így felénk. Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van az erdélyi csoportokkal is, a magyarországi csoportokkal is, sőt a magyarországi fesztiválokkal is, mert akik ide eljönnek hozzánk a Pálfüred Diák Színjátszó Fesztiválra, azok a csoportok részt vesznek a magyarországi fesztiválokon. Így a itteni három győztes megy majd Zsámbékra, de nagyon jó fesztivál van Dereskén, ahol meg szoktunk jelenni a Padifon szereplő jobb csoportok, de Nyírbátorban is van egy határtalan színjátszó fesztivál, úgyhogy így a gyerekek részt tudnak venni Nyírbátorban, Zsámbékon, Dereskén is fesztiválok, de Zsámbékon szerveznek már képzéseket is, úgyhogy az itteni csoport vezetők, tanárok részt vesznek már rendező képzéseken is Magyarországon. Alapvetően ezek regionális jelenségek, ezek az országos fesztiválok is, noha országosak, nem fedik le Erdélyt. Területét, tehát gyakorlatilag a kapcsolatokon, az évek, évtizedek során kialakult kapcsolatokon múlik, hogy éppen kik vannak jelen. Kivételt képez a Párcium Diák Színjátszó Fesztivál, amelynek a meghívottakon kívül verseny jellege miatt különböző iskolákból előszelekció során kerülnek be az országos megmérettetésbe a csapatok. Nagyon fontos a diákszínjátszó mozgalom a közönségnevelés szempontjából is természetesen. Egyfelől neveli a saját közönségét, mindenik ilyen csoport, azt a szűkebb hatósugarú lefedettséget, ugye, amit biztosítani tud helyben. Itt sok esetben kicsi településekről beszélünk, de valóban kinevelődik ott egy közönség, akit elkezd érdekelni a színház azért, mert figyelte a helyi színjátszó csoport munkáját. Tudok konkrét példát mondani Szilágy megyéből.
ahonnan nem volt bérletünk, és úgy lett bérletünk később, például nekünk a Szatmári intézménynek, hogy ott beindult egy nagyon erős diákszijátszó mozgalom egy pedagógusnak a kezdeményezésére, és ehhez kapcsolódott egy tábor, és a tábor produktumait, hát ugye ezeket nem lehet előadásnak nevezni, de mégiscsak valamilyen eredmény születik ugye a tábor végén, amit megmutatunk, és ezeket a gálákat figyelve éhesebbé váltak a színházra a helybeli nézők, és megszerveztek egy mikróbusznyi embert, aki főleg a helyi értelmiség, aki elkezdett színházba járni. Ugyanakkor pedig azok, akik részt vesznek a diákszijátszó mozgalomban magában, ha másfajta, más pályát választanak is, nagyon gyakran maguk is nézővé képeződnek, értő nézővé képeződnek, és sok esetben a gerincét jelentik mondjuk egy egyetemi város közönségének. A műkedvelő színjátszóknak Erdélyben nem volt egy közös fórumuk, ahol megoszthatják a saját bemutatójuk hírét, vagy fesztiváljuk felhívását. Ezért elindítottam egy honlapot, e-színjátszó néven, amely mind a mai napig megtalálható az interneten, Facebook oldal is tartozik hozzá, és ez arra való, hogy egyfajta adatbázisa legyen a műkedvelő színjátszóknak, otthon érezzék magukat és megosszák egymás között híreiket. Jakabos Orsolya társammal felfrissítettük a honlapnak az arculatát, és még nem sikerült nagyon nagy mértékben összeszedni és egymás mellé tenni az erdélyi műkedvelő színjátszókat ismertető adatlapokat, viszont azon dolgozunk, hogy a lista bővüljön és megtalálható, elérhető legyen a műkedvelő erdélyi színjátszók listája és a róluk szóló hírek. Voltak gyönyörű pillanatok az előadásokban. Az egyik előadásnak a végén egy akkora ünnep lett, hogy szerintem a színháznak ennél fantasztikusabb és magasztosabb célja nem lehet. Tehát egy ünneplés volt az előadás végén, nagyon jól is ment, nagyon ügyesek voltak a gyerekek is, és ők is hihetetlen boldogságot sugároztak, és ez úgy átjött, hogy egy olyan állva tapsot kaptak, hogy ezt akármelyik színház megirigyelhetné. Kedves nézőink, a riport második részét terveink szerint 2018. január 9-én nézhetik meg. A következőkben karácsonyváró dísz fog elkészíteni Szőcs Zsuzsa. A ma készülő dekoráció látványában, hangulatában kellemes és finom illattal is elárasztja a lakást. Szeretettel köszöntöm a nézőket! Ma nagyon egyszerű gyümölcsökből fogunk egy kis karácsonyi asztali díszt összerakni. Ami speciális eszköz ehhez az asztali díszhez, az véső. De hogyha nincsen otthon ilyen vialakú véső, a szike is megfelel, csak azon nagyon óvatosan kell bánni. Na, mit csinálunk? Elkezdem kivésni a narancsot, így. Azért, hogy legyen egy kis karácsonyi formája. Így, hosszan végig. Így. És akkor teszek bele ilyen fenyőágakat. Tovább is így szépen húzogatom a fenyőágakat. És ezt körbe-körbe el lehet készíteni. Akár azt is lehet, mert jó illat lesz a lakásban, akár azt is lehet, hogyha nem asztali díszként akarjuk használni, akkor ha valakinek narancsot akarunk vinni ajándékba, de mégis vagyunk, hogy csak egy narancsot iszünk, akkor kidíszítjük, és úgy adjuk át. Ez jó, hogyha nappal benn van az asztalon, lehet
gyönyörködni, a mi szemünk is gyönyörködhet benne, és a látogatók szeme is, viszont estére jó kitenni a teraszra, a pincébe, valahol hűvös helyen jó tartani, azért mert a narancs, főleg, hogyha így a héja meg is van egy kicsit bontva, úgymond, akkor könnyebben tönkre megy. Na hát ez így néz ki. A következőre pedig készítek egy hópelyhet, legalábbis megpróbálom. Így. Jó, hogy olyan narancsot választunk, ami kemény, mert a sokkal könnyebben tudjuk díszíteni. És akkor vigyázunk, hogy a kereszt után a következő négy vonalka kisebb legyen. 3, 4. És akkor a vonalkák hegyére, mindegyik kisebb vonalka hegyére egy-egy ilyen vialakot teszünk. Ó, ez egy kicsit vastag lett, de nem baj. Különben kitalálhatunk bármiféle formációt. Ezeket is lehet így szép óvatosan megfejűfa mintázni. Ebből kialakul a hópehely lassan. Mert én amikor gyerek voltam, akkor is láttam milyent. Az én szüleim nem készítettek, de nagymamám készített, és nem vésővel, nem. Mindjárt mutatom, hogy mivel készítették a narancsot. Na, hát így néz ki. Én ezt itt is hagyom benne ebbe a tálacskába. Nagyon jó illatot kelt. Itt vannak nekem a kis szegfűszegeim. Ennek is nagyon jó illata van. Lehet beleszúrni a narancsba. Így. És a szélére az elkészített hópehelynek, mindegyiknek a szélére lehet beleszúrni egyet-egyet, de akár lehet kialakítani ilyen körkörös motivumokat, nem muszáj vésni. Nem csak kellemes látványt tudnak nyújtani ezek a lakásban, hanem az illatuk is nagyon-nagyon jó. Így, na lássuk. Ezt nyugodtan lehet készíteni gyerekekkel együtt, sőt, hogyha van kedvük a gyerekeknek, akkor előre elkészíthetik a mintát, egy rajzol, hogy hogyan nézzen ki a narancs. Így. Lássuk, hogy is helyezem el. Van nekem egy gyertyám, és van egy kis mohám. Teszek egy kis mohát ide alól. Ezt nem ragasztom oda, hanem szedek ki belül helyet neki, hogy ezt a gyertyát tudjam megállítani. Ezt viszont oda ragasztom. Próbáljunk olyan tányért választani, amitől az idén elköszönünk. A ragasztó lejön, viszont hogyha én itt meg fogom ragasztani, csak itt le fogja venni a festéket, úgyhogy olyan tányért választunk, amit nem sajnálunk annyira. Kicsit türelmesebben rászorítom. Így remélem, hogy biztosabb és egyenes is. Ha megragad oldalra, akkor azonban nem változtatom benne. Na! Jó, akkor lássuk, ráhelyezem én a narancsot, egyik narancs, másik narancs, közben beleszúrok vagy 3 ilyen szegfűszeget, hogy nézzük meg, hogy almába is lehet, sőt, ki lehet alakítani csillagformát, bármit, de nekem van egy kis szerencsém, mégpedig az, hogy az előbb megtaláltam az aranyszínű sprémet, itt van mi, és azzal le fogunk fújni mindjárt, közben itt van egy kis rongyom, megfényezem az almát. Már sokkal jobban mutat. Ezt a fényeset teszem ide előre. Igaz, hogy egyik oldal nem néz ki, olyan jó. Na hát ezt is meg kellett volna fényezzem, de már lemaradt. Ezt ide helyezem. Nekem egy kis fenyőtobozom. Többet nem ragasztok bele. Szállított almán. Aranyszínű gyöngyöm, egy másik aranyszínű gyöngyöm, és van egy kis pereckém, azt így rászórom, és bármi, ami van, még rá tudom hinteni, és most a legutolsó momentum az az, hogy egy kicsit lefújom aranyszínű sprével, majd ez jön, így kicsit szolidan, de érkezik, jó, na, ennyi, adott egy kis fényt, és ha majd megszárad, akkor fognak csillogni ezek a gyümölcsök. No, ennyi volt mára, ez tényleg 3-4 perc alatt elkészíthető ez az asztali dísz, illatos és jól is mutat. Úgyhogy alkotásra fel. Köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!
A VH formáció a mai zene világába emeli Shakespeare szonettjeit és dalait. A megnevezés egy monogramot akar. Shakespeare nyomtatásban megjelent szonettjeit egy titokzatos Mr. VH-nak ajánlotta, kinek kiléte, akár csak a szonettek tartalma mindmáig vitáktárgyát képezi. Ami biztos, hogy a versekből izgalmas és friss zenei feldolgozások születtek, amelyeket a Kolozsvári Állami Magyar Színházban is bemutattak. A VH együttes ezúttal Nádasdy Ádám vendégszereplésével látogatott a Kincsesvárosba, aki több Shakespeare darab fordítójaként szakértői idegenvezetéssel gazdagította a koncertélményt. Death. Fly away, fly away, breath. Not a flower, not a flower sweet. Not a friend, not a friend greet. Cypress.
come away, death. Flower, not a flower, sweet. Not a friend, not a friend, greet. Come away, come away, death. Not a flower, not a flower, sweet. Not a friend, not a friend, green. Come away, come away, death. Fly away, fly away. Death. Kedves nézőink, itt véget ér műsorunk első része. Rövid időre elköszönünk, de a reklám és a román nyelvű híradó után 16 óra 5 perckor folytatjuk a magyar adást. Maradjanak a közelünkben, mert a második részben a szakadáti templomról láthatnak egy dokumentumriportot. Ellátogatunk a harmadik székelyföldi fotobiennáléra, és a palacsinta szó eredetét is megismerjük. Negyed óra múlva várunk vissza Önöket, viszontlátásra! Kedves nézőink, folytatjuk a mai magyar adást. Köszöntöm mindazokat, akik csak most kapcsolódnak be műsorunkba. Van Szeben megyében, a Vöröstoronyi szoros közelében egy kis falu, Szakadát. Magyarok is élnek itt, és annak dacára, hogy társadalomkutatók egybehangzó véleménye szerint egy szorványban élő kisebbség két, legfeljebb három nemzedék alatt teljesen eltűnik, beleolvad a tömbbe, a száznál alig több szakadáti magyar oklevelekkel igazolhatóan legalább 5 évszázada él. Itt, őrizve nyelvét, vallását, szokásait. Templomuk egyike a vidék és Erdély egyik legrégebbi épületeinek. Miket lehet tudni a szebeni magyarokról, akiknek egy ilyen régi temploma van? Így van. Egy románkori templom, ami legalább a 13. században épült eredetileg. Hát szebeni magyarok székelyek, erről már átpárkori források szólnak bizonyos értelemben. Szerintem általad is ismert, hogy elég sok helynél van itt a későbbi szász település területen, és a mai Szeben megyében, vagy akár Brassó megyében a települések nevének jó része nem szász és nem román, hanem magyar. És ezek a korai nevek, amik egyszerű földrajzi közszóból jönnek. Szakadát a legjobb példa, odébb a Felek, a Fenyőfalva, a Hortobágy, a Földvár, a Veresmart. Tehát ezek mind olyan beszélő nevek, azt lehet mondani, amelyek egy-egy környezeti adottságot írnak le, és ezt valamikor a magyar székely lakosság adta ennek a területnek, és biztos, hogy a megtelepedésüknek a korai fázisában, tehát ilyen jellegű helynevek késő középkorban már nem keletkeznek, hisz akkor már rég van ott egy lakosság, aki a saját helynév adása alapján leírta a környéket. Tehát ezek mindig egy adott terület megtelepedésének a legelső fázisából származnak. Magyarul ezek a helynevek igen koraiak és magyar eredetűek. Tehát ez azt jelenti, amit a történelemkönyvek is írnak, hogy a szász betelepítés előtt volt Dél-Erdélyben egy magyar lakosság, amelyik itt Szeben környékén helyneveket adott. Amelyik helyneveket adott. A szakadátiak ezeknek a leszármazottai, vagy sem? Jó kérdés. Erre
Sajnos a történettudomány, legalábbis én itt most, mint jelenlegi képviselője, nem tudok sem egy határozott igent, sem egy határozott nemet adni. A szász megtelepedés előtti korszakról egész szászsebes, szászhorbó, kelnek, meggyes, és keleten eljuthatunk egészen akár Darócig. Vannak a szász templomok alatt olyan templom maradványok, amelyekről egyértelműen a jellegük alapján és az ott feltárt mellékletek alapján a régészek már korán megfogalmazták, hogy ezek nem a szászoké, hanem egy olyan lakosságé, aki előttük itt élt. És ezeket hát óvatosan a korábbi magyar székely lakossághoz lehet kötni, hisz a helyi nevekkel így lehet összekapcsolni a dolgot. És visszakanyarodva a dologhoz, akkor az írott források is valamilyen szinten nyilatkoznak erről az árpádkori székelységről. Egy folyamatnak sajnos a legvégén, a 13. század elején, mikor itt már vannak szászok, de még vannak székelyek, vannak még besenyők, és vannak már románok is. A legelső ilyen adat 1210-ből ered, amikor egy későbbi forrás említi a század közepéről, Ivachin, szebeni ispán, bolgár földön harcol, az ottani bolgár cárt segíti meg egy hadjáratban. Kik vannak a seregében? Székelyek, besenyők, szászok és románok. Tehát ez egy annak a kornak a reliktuma, amikor már a szászok is itt vannak a területén, de még mind ezek a népcsoportok, amelyeknek egyrészt a besenyőknek, székelyeknek egyértelmű határvédelmi szerepe van itt még Dél-Erdélyben, még itt élnek, valószínűleg nagyobb tömbben. Igazából az ő életüket itt az Andreanum, és ez egy kulcspillanat, az Andreanum 1224-ben számolja fel. Tehát az Andreanum a szászok kiváltságlevele, igen, magyarul. Igen. Elrendeli ebben a kiváltságlevélben, hogy Szászvárostól Barótig egy nép, egy föld legyen, és őket hatóságilag mind a szebeni ispán alá rendeli, sőt, még azt is kimondja, hogy mindenféle más tisztségviselőnek és hatóságnak, akiknek korábban itt illetékessége volt, akár besenyők, akár székelyek fölött, ez megszűnik. És hát ez egy kulcspillanat, mert utána itt egy szász autonómia, amit szebeni jognak ismernek a későbbiekben, fog érvényesülni, és az itt lakók egyszerűen ennek alávetett cselekvői, az itt lakó besenyők, székelyek és a románok is. Azt kell megvizsgálnunk, hogy egy ilyen közösségben, vajon egy ilyen nagy tömbben egy kis közösség, egy falu lakossága mennyiben tudott megmaradni 800 éven át, vagy még tovább, mennyiben tudta nyelvét, szokásait megőrizni, hisz autonómiát legfeljebb alsó szinten kapott. Nem tudom ilyen mélyen ezt végigkövetni, erre nincsenek adatok, de nyilván a helyi székely magyar közösség is megkapta azt a jogot, hogy szabadon bírót válasszon a faluban, és szabadon papot válasszon. De felsőbb szinten már a szebeni szászszék és már a szebeni préposságnak volt alárendelve. A középkori világ nyilván egy zártabb világ, de még akkor is a 21. századból visszanézve ez egy valóságos csodának tűnik, nem csak a 13. századig, nem csak az, hogy esetleg a késő középkortól, hanem az, hogy egyenesen a 13. század elejétől egy magyar közösség fent tudott volna maradni. Jelzem, hogy ez még a késő középkori esetben is így van. No, viszont így van. Tehát a jelen példa ezt mutatja. És itt ez a templom, ami legalább 7-800 évvel ezelőtt épült. Itt van ez a templom, amely, és itt egy kicsit akkor a folyamathoz közelebb jutunk, hogy ez alapvetően egy szász jellegű templom, ami azt sugallja a kutató számára, hisz nem csak történelmi írott források vannak, régészeti adatok és helynevek, hanem itt van egy neves műemlék, ami mégiscsak azt sugallja, hogy ezt a székely magyar tömböt a 13. század folyamán egy szász lakosság úgy néz ki, hogy magába szippantja, és valószínű, hogy a késői középkori török betörések hatására ez a szász közösség is felmorzsolódik, és a történettudománynak a másik álláspontja szerint történik a 15. század folyamán, vagy inkább a végén egy újratelepülés magyarok, székelyek által, akik ezt a templomot, ezt a szász jellegű templomot megöröklik. Inkább hasonlít a szászföldi templomokra, mint a székelyföldiekre? Erre igen, gondolsz? Ez teljes mértékben így van. Ilyen jellegű templomot Székelyföldön ma állva nem ismerünk, tehát egy bazilikális típusú templomról van szó. Itt jövünk el a déli oldalán, és ezek a falak
egy elbontott mellékhajónak. Tehát egy három hajós templomról beszélünk. Ez egy az elbontott déli mellékhajónak a falmaradványai. Itt látjuk ezeket az árkádokat, ezeket az árkád íveket, amelyeket később befalasztak, mikor elbontották a mellékhajót. Tehát rá van írva egyszerűen a templom oldalára az építés története, avagy a fejlődés története. Hát sorban látjuk egészen a toronytestig el ezeket az elfalazott árkádokat. De miért szűkítik le a templomot? Volt egy ilyen háromhajós templom, és abból lett egy egyhajós. Hát ehhez a történeti folyamatokat kellene ismerni. Lehet, hogy valamikor szűknek. Nem egyedüli. Darócon jártunk együtt, ahol ugyancsak láttunk ilyen példát. Aztán később érdekes, ezt a karzattal igyekeznek. Tehát a történelemnek a pulzálásáról beszélhetünk. Persze egy statikai okok is, meg egyéb is közre játszhatott, de túl nagy volt nekik egy adott pillanatban. Lebontották, aztán lehet, hogy újra megint kicsi lesz, és akkor újra próbálják a belső teret növelni a későbbiekben. Értem. Hát, menjünk be? Menjünk be, kerüljük meg a templomot, és ezt próbáljuk akkor követni, hogy lássuk a nyugati oldalát, hisz érzésem szerint itt még komoly látnivalók akadnak, kívül is és belül is. Tehát a nyugati kapu az itt önmagáért beszél, szenzációs. Gondolom. Ezek még akkor az eredeti 13. századi bejárat kéne legyen? Teljes egészében és bizonyosságában az egykori képet tükrözik, egy félköríves lezárózású, bérletes hengertagokkal ellátott ajtókeretről van, és hadd tegyem hozzá, hogy ismét ez az, ami kimagasló anna a szász jelenlétet erősíti. Székelyföldön ennél jóval szerényebbek a mi templomainknak a nyugati kapujai, a nyugati portáljai, sőt, még ezek a gazdagon kiképzett bejáratok a kegyuraknak is a jelentőségét sejtetik, Szászföldön kik a kegyurak, a geréjébek. Tehát óvatosan, bár nem ismerjük a középkorból ezeket a geréjébeket, akik itt voltak, itt lehettek, óvatosan ebből a művészettörténeti vagy építészettörténeti remek műből ez is kiolvasható, és majd még a karzat során erre érdemes visszatérnünk. Tehát nem csak egy falusi közösségnek a temploma ez, hanem egy komoly anyagi lehetőségekkel rendelkező földesúr is. Igen, hát földesúrnak nem földesúr, hisz a szászok, akár csak a székelyek, a földesúrat maguk közt nem tűrték, ezt a jog nem hagyta. A gerébek, azok csak közigazgatási... Azok elsősorban közigazgatási és katonai tisztségviselők, viszont módosak, tehát megtehették azt, hogy önmagukat reprezentálják, hisz ők voltak a falu vagy a közösség kimagasló képviselői, ilyen formán is a templom és a közösség életébe beleszólhattak, hogy a templomukat ilyen formán képezték ki, sőt, a templomban külön ülőhelyet, nyugati karzatot képeztettek ki maguknak, ahol külön a közösség fölött foglaltak úgymond helyet. Tehát mindez benne volt a szász jogban is, hisz elvileg ők egyenlők voltak az egyenlők között, de módosabbak. Egy kicsit egyenlőbbek. Kicsit egyenlőbbek. Visszatérve a kapura, hát ennek igazából itt a környéken vannak közvetlen párhuzamai, Felek, Holcmány, Kisprázsmár, és nyilván nyugatabbra is már a Szászföldnek a nyugati peremén, ahol ezek a béletes, hengertagos kapuzatoknak az oszlopai, és természetesen Darócig elmehetünk, már többször elhangzott Daróc, ahol akantuszos, leveles oszlopfők díszítik a kapubejáratot, közte, hát ezek már eléggé tönkrementek, az idő vasfoga végigment rajtuk, különféle emberi vagy szörny alakukat láthatunk, hát ezek nyilván bibliai történeteknek a megfaragásai, a kiképzései, nem tudnám én ezekből most pontosan kiolvasni és nem ismerni, kockáztatni, itt talán egy madár alakot látunk lefelé, de mindegyik alaknak már a magyarázatát talán ebből az állapotból nem merném kiolvasni. Hát, toronyaj, egy boltozott toronyaj, majd érkeztünk, ez
középkori tornyoknál nem csak Szászföldön, hanem még a Székelyföldön is így szokott lenni. Két méteres fal. Igen, hát ezt a tornyot valaminek kellett tartania. Ez a karzat, ez érzésem szerint későbbi, tehát ez a barokk átépítés utáni. Igen, volt még a templomnak egy olyan időszak, amikor újra kellett növelni a befogadó képességét. Más helyen is van példa, így oldják meg, hogy nem csak egy nyugati karzat, hanem két oldalt is végigjön. Na és hát akkor mégis csak a korábbi a templom építés történetének a korábbi részeit belülről látjuk az árkádokat, amik szerencsére nincsenek ilyen mélységben elfalazva, tehát belülről a bazilikális jelleget nagyon jól tükrözik, és ezek azok az eredeti négyzetes pillérek, nem ezek, ezek a barokk pillérek, amik fővennek a mennyezetig, hanem a háta mögött levő négyzetes pillérek, amik az árkádokat tartják, és a főhajó, mellékhajó tereket megosztják. És az a falazás, amit kint is láttunk? Az a falazás, csak itt természetesen le van vakolva. A bazilikális jelleget ez a barokk átépítés egy kicsit azért átírta, ezt jól lehet érzékelni, ez a fiókos donga boltozat, egy 18. századi végi boltozat. Valószínűleg a templomnak korábban sík mennyezete volt, nem tudunk arról, hogy a gótikában beboltozták a és deszka mennyezet, amin jó, akármilyen díszítés lehetett, akkor szokványos díszítése, erről nyilván nem tudunk semmit. Egy érdekes, és ez alapján mondják, hogy patkóíves volt a szentély záródás. Látjuk ezt az ívet, ahogy tehát nem félkörívesen, a deszka mutatja a legjobban. Jó. Mert a fehér vakolt fal egy kicsit lehet, hogy most a fényviszonyok nem engedik meg, de a deszka kivágás ezt nekünk mutatja. Tehát nem ide jön vissza az a fal, hanem erre mondják, hogy patkóíves záródású szentély. Az oltárat az egy barokk oltár, egy viszonylag egyszerű oltár, a középkori oltárnakról nem tudunk. Az ott a szentségtartó fülke lehetett katolikus időkben? Valószínűleg igen. Ezek itten falkutatásnak a nyomai? Igen, szakmai zsargonnal falkutató ablakok, amelyen keresztül a falkutató próbálja azt kutatni, hogy eredetileg a templomnak voltak-e falfestményei. Itt éppen, ha figyelmesebben szétnézünk, nem látok kirívó olyan elszíneződéseket, itt egyáltalán nem, a többi részt is ott sem nézve. Nagyon. Nem igazán, holott azért tudjuk, hogy a középkori templomaink jó nagy hányada festve volt, ennek meg volt a vallási és liturgiai funkciója is volt egyaránt, hogy a templomokat kifestették. Magyarán szakadáton is így kellett volna lennie, hogy ezt most miért nem látjuk a falakon, ennek több magyarázata lehetséges, vagy már elpusztultak korábban, vagy ezek a kutatóablakok nem reprezentatívak, hogy így mondjam, hogy ezt bemutassák. Szerintem érdemes a torony fele elmennünk, és majd a toronyba fölmennünk, ha nem is a harang szintig, hanem a karzat szintjéig, ahol egy érzésem szerint egy érdekes jelenségnek még a maradványait láthatjuk. Nézzük meg. Te érzésem szerint vannak benne érdekes látnivalók. Hát ismét egy szász jelenség. És pedig? Ezek a szűk falba épített feljáratok, ezeknek természetesen védelmi jellegük is van a maguk idejében, de itt egy más funkciót is magában rejt ez a szűk feljárat, ami a torony belsőn keresztül visz valahova. Valamelyest átépítve, de azért őrzi az eredeti funkcióját. Igen, valamikor magasabb volt, itt nagyon jól látjuk ezt a lezáródását, tehát az eredeti középkori lezáródását, és igen, itt látjuk egyből, amire fel akartam hívni a figyelmet. Egy elfalazott boltív? És ez mire volt jó? Egy elfalazott nyílás, ami a karzatra vezetett át. Magyarul a kegyúr innen közelítette meg a templomi karzatot, nem a templom belsejéből, hanem a torony falba épített lépcsőn keresztül. Van ebből ismét Szászföldön, erre vannak analógiák. Ez nyilván az újkorban megszűnik. Felszámolják. Itt boltozva is volt valamikor ez az első emeleti
toronytér, jól látjuk a kiszedett köveket, ugye? Itten. A sarokból, ahogy indul egy boltozat, és minden oldalra látjuk az ívét. Hát ez a betonkoszorú, ez sajnos ez jóval elrontja az egykori képet, de hát ez is történelem, hogy így fogalmazzunk. És egy szinttel akkor feljebb jöttünk, és igen, itt vagyunk a fedélszéknek a szintjén, egy kis kanyarral, és hát mivel, hogy említettem a fedélszéknek az esetleges információ értékét, bekukkanthatunk. Elég nehéz a megközelítése, és az újkori beavatkozásoknak köszönhetően, hisz ez teljesen beton. Itt óvatosan, hisz egy boltozat fölött vagyunk, újkori fedélszéknek a részei, és hát a déli vagy északi oldalt nézzük meg, én ott nem látszik látom. A falon a vakolás, amit említettél. Igen. Na, hát erről van szó, igazából erre voltunk kíváncsiak. Az én pehely súlyomat elbírja ez a boltozat. Igen, erről a vakolatról van szó. Mit jelent? Ezen a magasságon helyezkedett el a román korban, a 13. század végén, ha csak vissza nem bontottak azóta belőle, de nem hiszem, hogy visszabontottak volna, ezen a szinten helyezkedett el az a sík mennyezet, ami a templom főhajója fölött volt. Aztán a boltozatot, nyilván a boltozat háta a barokk korban magasabb, de a boltozat vállak alacsonyabbak, úgyhogy ez bekerült a fedélszék belsejébe. Na hát meg is tudtuk, amit szerettünk volna itten fent. Újra a nyugati oldalon. A padlásra azért a pókhálókat leszedtük. Le, valakinek le kell ezt is szednie időnként, és nem sűrűn járnak a helyiek, nincs miért fent járjanak, hát ez egyszerű történet. Szenzációs ez a bejárat. András, ilyen 100 beütésű korai templomot, amit mondjuk most a magyarok használnak, még tudsz itt a környékről? Hát nem igazán. Szebenszék területén, az egykori Szebenszék területén, ha szétnézünk, nem nagyon van párja, esetleg Vizaknát lehet megemlíteni, bár egy kicsit speciálisabb a helyzete neki, hisz ott közös szász és magyar használatról beszélünk. Ettől keletebbre a régi Kőhalomszék területén van még néhány példa. Halmágy vagy kóbor példáját említhetni. Manapság a digitális technika korában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egyszerűbb lett a fotózás, s bár lehet, hogy a fotósoknak könnyebb dolguk van, de egy jó képért ma is meg kell dolgozni. A jó fotónak ugyanis üzenete van, tartják a harmadik székelyföldi fotóbiennálé zsűritagjai, akik 1516 beküldött fotó közül válogatták ki a díjnyertes képeket. A pályázat mellett a biennálé gazdag programot kínált a fotósoknak. Az előadások, műhelymunkák mellett bemutatkoztak a székelyföldi fotóklubok és Eifert János fotóiból is nyílt életmű kiállítás. Tartsanak velünk! Nagyon érdekes, hogy most, amikor olyan technikai lehetőségek vannak, hogy mindenki a legjobb géppel dolgozik, valahogy az úgy szárazom, hogy tehát ha nincs valami csavar benne, valami kanyar, valami elrontva, valami üzenet szépen belopva, akkor az már nem tudjuk olyan pozitívan értékelni. A kép is azért készül, mert valamilyen élmény kapcsán találkozás tájjal, emberrel, szituációval kikényszeríti az emberből, hogy fényképezzen. Tehát nem öncélúan, na most 10-től 2-ig csinálok egy díjnyertes fotót, és akkor azon dolgozom, hanem az ember akkor fényképez, hogyha mondani valója van. Én hiszem és vallom azt, hogy a fotográfia sokkal többre hivatott, mint sem, hogy a valóságot simán ábrázolja, és a fotóművészet ott kezdődik, ahol a szubjektív látásmód már észlelhető.
Idén harmadik alkalommal szervezte meg Kovászna, Hargita és Maros megye tanácsa a Székelyföldi Fotóbiennálét Sepsiszentgyörgyön. A rendezvénysorozat Eifert János fotoművész életmű kiállításával rajtolt. Ez egy végtelen izgalmas játék, mert így az elmúlt 50 év alatt szinte a félvilágot végfényképeztem, és olyan gazdag archívumot gyűjtöttem össze, ami szinte páratlan, tehát még a nagy ügynökségek képanyagával is vetekszik, ugyanakkor minőséget ad. Tehát nem az a téma lényege, hogy mindenki minden le legyen fényképezve, tücsök, bokár, erdő, bokor, hanem van egy filozófiai rend, a gondolatok rendje, ami a témákat is sorolja. A tánc, a test és a természet témában alkotó fotóst a 3T fotográfusának is nevezik. Ő pedig úgy tartja, hogy ezzel a három témával az egész világ kifejezhető. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem csinálok ezen kívül csendéletet, riportot, légifelvételeket, sok mindent, de a példa az akt, hogy az akttal, a nyelvezetével mindenről lehet beszélni. A születés, az élet, a halál, közben a szerelem, barátság, kapcsolatok, elvágyódás, a belső tépelődés, kilódás, ez a testnyelvvel, nyelvezetével csodálatosan kifejezhető. Eifert János szerint a fotográfia nem a pillanat, hanem a gondolkodás művészete. Az a úgymond a pillanat, amikor a exponáló gombot így lenyomjuk, az igaz, hogy a másodperc töredék része alatt rögzíti a képet, de azt megelőzően az embernek az egész élete, tapasztalata, élményei benne vannak. A család, a társadalom, az a kultúra, földrajzi és szellemi értelemben, amiben beleszületett, amit utazásai során megérintett. És miért lefényképezünk valamit, az természetes, hogy hozzáolvasunk, hozzákeresünk, informálódunk, kibontjuk szinte apró darabokra, szedjük a témát, hogy amikor a fényképezőképpen a kezünkbe mindezt pillanatok alatt összerakhassuk egy tökéletes egészé. Az 50 év terméséből összeválogatott kiállítás az Ars Poetica címet kapta, nem véletlenül. Egy kicsit nagyképűnek tűnik, hogy én a fotoművész kicsit a költői nyelvhez hasonlítom azt, amit csinálok, de formai, esztetikai szempontból erről van szó, hiszen csinálok riportképeket, dokumentális ábrázolásokat, dolgozom megrendelésre, alkalmazott fotót is csinálok, de ami igazán én vagyok, az egy szimbólumokkal, akár metaforákkal megtűzdelt irodalmi nyelv, ez hasonlítható, költői nyelv, ez hasonlító, képi nyelv. Aki tanulni, fejlődni szeretett volna a biennálé alatt, az megtehette, hiszen elismert fotósok avatták be szakmai titkaikba az érdeklődőket. Eifert János az M-Stúdió társulatának táncosaival tartott műhelymunkát.
Nyilván két órában csak egyfajta szellemiséget lehet megmutatni, morzsákat átadni tudásban, de ezek a morzsák olykor nagyon-nagyon fontosak lehetnek, és tehetséges emberek számára úgy tapasztaltam, hogy nagyon nagy lökést adhatnak. De két óra alatt természetesen még kenyeret sütni sem lehetne megtanulni. Viszont látja, hogy az ember a témát hogyan rendezi be a modelljeit, hogyan instruálja, hogyan világít, mit miért csinál, miért változtat, miért, hogy felfedezi, hogy hiába csinált vázlatokat gondosan. Egyszerűen az adott típusú táncoshoz nem illenek azok a fények, akkor rögtön váltani kell. Sőt, a valóság sokszor minden spekulatív, előzetes elképzelés helyett százszorezerszer jobbat kínálhat. Ezt is meg kell tanulni, hogy ezt lereagálni, hogy akkor hagyjam veszni a töpetes munkát. Hát itt az igazság, akkor ezt kell megragadni. Azt szoktam is a tanítványaimnak hangsúlyozni, hogy ezeket a szabályokat meg kell tanulni, de amikor kell, föl kell rúgni. Tehát tudjuk, hogy mikor jön az a pillanat, amikor a szabályokat fölrúgjuk, és avval ellentétben készül egy kép. A város főterén felállított panókon a székelyföldi fotoklubok mutatkoztak be. Az idén támadt ez az ötlet, hogy mi volna, ha meghívnánk a helyi fotósokat, és minden fotóklub a fotósaitól egy-egy képet szedjen össze, és küldje el nekünk. Ebből állt össze, 155 kép van kiállítva a falon, és ugyanannyi szerző. Ez egy bemutatkozó. Ez nem annyira művészi színvonalában akar csillogni ez a kiállítás, hanem inkább az volt a cél, hogy mutassuk meg, hogy itt vagyunk. A klub végül is fő célja talán az, hogy a tartalmi fotográfia felé irányítsa az érdeklődő fotósokat. A klub fórum. Tehát itt dől el a behozott munkáid által, hogy felfedezed magad idővel, vagy sem a fotográfiában, mint alkotási forma. Ha ez összejön, akkor a klub a célját elérte. A mi klubunk egy baráti társaság. Mindig is úgy indultunk, úgy kezeljük az új tagokat, befogadjuk őket, attól függetlenül, hogy milyen szinten fotóznak, nincs mérce, nincsenek kiírások, hogy minek kéne megfelelni. Mert ha ő idővel megszereti ezt a közösséget, és a fotográfia kukaca benne marad, akkor biztos, hogy jó fotós lesz. Biennáléra idén mozgás, kenyér és szabad témában lehetett fotókat küldeni. A pályázók száma a tavalyihoz képest a kétszeresére nőtt, 17 országból 283 fotósnak 1516 pályaműve érkezett be. A kenyér kategória második díját a marosvásárhelyi Kozma Erzsébet kapta Házi kenyér című munkájáért. Ez a fotó a Parajdi fotótáborba készült egy néniről, aki a saját lakásába beengedett, és megmutatta, hogy süti a kenyeret. Mik a munkafolyamatok, és ott a fotós kollégákkal lefényképeztük, ami nekünk megtetszett, vagy amilyen pillanatokat ezeket megosztott, meg örökítettük. Lavati Károly Illúzió című fotósorozatával második díjat nyert a mozgás kategóriában. Hát ez egy nagyon rég megkezdett stúdió tanulmányok, ezek gyakorlatilag általában zenére történnek, és hivatásos táncos az, aki velem ezt csinálja. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez azért egy olyan 3 hónap munka, egyik képe a több százból. A Székelyudvarhelyi Balázs Attilának, a Napban táncoló sorozat szerzőjének Effert János zsűritag külön díjat ajánlott fel.
Ez egy fotósorozat, ez 2013-ban készült a Tomcsa Sándor Színház Dzsungelkönyve című darabjának a próbány, ugyanis már 13-14 éve én fotózok a Tomcsa Sándor Színháznak. Hát tulajdonképpen ez egy naplementében táncoló táncos, és nagyon részleteibe akarjuk, akkor egy sztaniol papírral beragasztott parabola antennát megvilágítanak egy piros lámpával, és előtte táncol egy táncos. Most a fotós megválogatja az eszközeit és tudását, hogy ez hogy ábrázolja másképpen, mert természetesen a próbafotók azok nem ezek voltak, de én minden próbán igyekszem magamnak is a saját szívemnek, lelkemnek fotózni, ugyanis én fotósként, én Kolozsváron végeztem, és én azt a témát feszegetem mindig, hogy ugye közhelyesen azt mondjuk, hogy a fotó egy pillanat műve, és mindig felteszem a kérdést, hogy rendben, de meddig tart egy pillanat? Mert ha 3 vagy 4 másodpercet exponálok, és közben mozgás van, akkor az kisfilm fotóba fagyva, vagy mi? És gyakorlatilag erre keresem a választ. Legerősebb a kategória a mozgásról, és nagyon csalódtunk a kenyér témával, hisz nem is osztottunk ott első díjat, mert úgy éreztük, hogy ez a történet nem volt szépen körbejárva, nem volt szépen megfogalmazva, és mertünk egy olyan döntést hozni a kiállítás javára, hogy és javára lett a másik kategóriának, a mozgásnak, hogy 2 első díjat tudtunk kiosztani, mert 2 olyan erős első díj volt, hogy nem érdemelte meg a második díjat. Így akkor nagyon, nagyon jó döntésnek tartottam én, hogy ezt véghez tudtuk vinni. A zsűri által legjobbnak ítélt 100 munkából az Erdélyi Művészeti Központban nyílt kiállítás. Én úgy érzem, hogy a kiírás egy gyakorlott fotósnak, meg egy jó zsűri tagnak, az csak egy ürügy. Az nem érdekli, hogy hanem elsősorban egy jó kép. Egy jól megfogalmazott, jól körülírt, egy jó képnek üzenete kell legyen. És akkor attól arrafele mindenbe be lehet tenni. Tehát ez olyan, mint egy jó irodalmi mű, hogy tele van tartalommal, nem csak a kenyeret látja, nem csak a mozgást látja, hanem még mellett valamit üzen is. Nagyon egy húron pendültünk, és úgy vettem észre, hogy ők is a kép lelkét, lényegét díjazták. Tehát persze a technika, a esztetika, képszerkesztő minden szóba jött, de voltak olyan képek, amik mindezek ellenére voltak nagyon jók, és azért kaptak díjat. Végén a jó kép, úgyis egy síkra, egy szára oda fog, mert érdekes, tehát hogy nincs mellébeszélés, nincs pardon, hogy most ez kellett volna, meg az kellett volna. Ez a szép történet, ez a történetnek a vége, amikor úgy nyugodt szívvel tudsz felállni egy ilyen pályázatnak a végével.
A székelyföldi fotóbiennálé képanyaga jelenleg Csíkszeredában van, egy hónap múlva Marosvásárhelyre vándorol a kiállítás. És azt tudta rovatunkban, a palacsinta szó eredetét magyarázza el nekünk Jakafi Tamás. Jó napot kívánok! Kérek szépen egy sajtos tejfölöst fokhagyma nélkül. Ha palacsintát kérnék, biztosan nem nézne rám értetlenül a fekete fólós hölgy, mert nyilván hozzászokott, hogy a román államhatárok között magyarul beszélők lépten nyomon palacsintának hívják a lángost. De ami az étket magát illeti, lássuk, kik is a lehetséges szereplők. A palacsintán és a lángoson kívül szóba jöhet még a lapútja, a lepény és a fánk, vagy hát tájnyelvi szóval a pánkó. Ami a palacsintát illeti, ennek eredete egészen világos. Ugyanúgy a latin placentából ered, mint ahogy az újszülött, vagyis a mély lepényből. Itt már ugyebár van is egy kapcsolódási pont a palacsinta és a lepény között, mégpedig kétségkívül formai. Mindkettő placenta alakú, lapos. Innen a lapútja szavunk is. Vannak vidékek, mondhatnánk Kányádival, ahol az öntudatos magyar nyelvhasználók megkülönböztetik a híg palacsintát a vastag vagy köttes palacsintától, amely utóbbi természetesen a kelt tésztából készített lángost jelenti. A lángos egyértelműen arra utal, hogy a kenyértésztából lepény alakúra formált süteményt még a kemencében lobogó láng hevébe sütik ki, igaz csak a kemence ajtó közelében. Na, s végül nézzük a fánk nevét. Eredetét tekintve egyértelműen német, a Pfannkuchen szóból ered. Csak hogy tudjuk, az erdélyi szászok mindent másképp mondanak, így a Pfannkuchen helyett leginkább Pankoksnak hangzik a fánk. Pankoks. Na, ebből vették át a székelyek a pánkót. Bizony. Törjenek egy darabot. Kedves nézőink, adásunk végéhez érkeztünk. Ma is, ahogy minden kedden, kulturális tematikájú műsorral jelentkeztünk. A háttérképünkkel a 175 évvel ezelőtt született Csíki Gergely drámaíróra emlékeztünk, amatőr színjátszókat mutattunk be a pódium rovatunkban, és karácsonyi díszt is készítettünk, és egy megzenésített Shakespeare szonettet is meghallgattunk. A második részben a Szakadáti templomot csodálhattuk, a harmadik székelyföldi fotóbiennálén jártunk, valamint a palacsinta szó eredetét is megismerhettük. Legközelebb a Tever 1-es csatornán jövő hétfőn 15 órakor karácsonyi különkiadással jelentkezünk. A Magyar Adás már sugárzott riportjait, összeállításait megtalálhatják a magyaradás.ro honlapunkon, illetve a Magyar Adás nevű Facebook oldalunkon. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, viszontlátásra!